Bárdos Katalin vagyok, lehet látni is, és a Kurt Alapítványnál dolgozom most már, hát nagyon régen, majd ezt majd elmondom, hogy milyen régen, és Mihály hívott meg engem egy hete körülbelül, hogy itt önöknek beszéljek az alapítványról, illetve a rendelőről, mert az alapítványnak van egy rendelője. Ezt a Kurt Alapítványt, majd erről lesz még szó, hogy a mamám hozta létre, Virág Teréz, aki szintén pszichológus volt. A holokausz azért fog egy kicsit többször előfordulni abban, amit én mondok, mert ez a rendelő társadalmi traumatizációra szakosodott rendelő, és elsősorban a holokauszt túlélők terápiájával foglalkozott, majd erről még fogok beszélni. Most idézni szeretném a mamámnak egy írását, írásából az idevágó részletet. A múlt, talán túlzás nélkül mondhatom, elfelejtődött. Anyám szeretett volna beszélni szenvedéséről, de nem hallgattam meg. Elmúlt, örülünk, hogy együtt vagyunk, mondtam. Aztán 1981. januárjában ott álltam a sírföldre felett, és csak a halála után figyeltem fel arra, hogyan őrződik meg a múlt, a vészkorszak szörnyűsége, még a harmadik generációban is. Mehetünk tovább. Lassan, majd 40 évi lelki érzéstelenítés után kezdett az elpusztítottak meggyilkolása fájni. Magamtól kérdeztem, akartam-e felejteni? Nem, az emlék felejtődött. 40 év után vajon akartam-e emlékezni? Nem, az emlék felidéződött. Arra már pontosan emlékszem, hogyan is jelentkezett az elfelejtett emlék. A 10 éves emese éjszakánként fulladt. Egy álma során derült ki titka, cigány származása. Ő sem beszélhetett a származásáról. Álma segítségével összetudtam magamban ötvözni a ma szenvedését nagyszüleim szenvedésével. És itt van ennek a kislánynak, emesének az álma. Egyszer rosszat álmodtam a kórházban. Éjjel volt, későn tudtam elaludni, és féltem. Anyával együtt lágerbe vittek, és jött Hitler, és azt parancsolta a katonáknak, hogy vessenek a tűzre. Akkor először anyót dobták tűzbe, hirtelen felébredtem, és akkor még engem nem öltek meg, mert hallottam anyukám sikítását. Emese álma óta sorsommá vált az emlékezés és az emlékeztetés. Egyre többször jelent meg előttem két felfoghatatlan rettenetes szám, a 600 ezer és a 6 millió, ahogy mennek azon az úton, amelyről nincs visszatérés. Kémények füstje, temetetlen és élve eltemetett, alsz nélküli holtak képe jelent meg előttem. Eddig az idézet. Következő lehet. Anyám, Virág Teréz, emese terápiai nyomán kezdett felfigyelni a társadalmi traumák következtében kialakuló pszichés megbetegedésekre. 1982. novemberében tartotta első előadását a holokauszt túlélőivel és leszármazottaival folytatott terápiás tapasztalatairól. 1990-ben pedig férjével, Kardos Péterrel létrehozták a Kurt Alapítványt, majd megszervezte a társadalmi traumák elsősorban a holokauszt következtében kialakuló lelkisérülések gyógyításával foglalkozó Kurt rendelőt. Erről így ír. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület keretében megszerveztem a Magyar Holokauszt túlélő első beszélgető csoportját. A csoportnak bár tagjai önmagukat egészségesnek tekintik, mégis van terápiás hatása. Ismeretes, hogy Magyarországon a holokauszt okozta trauma feldolgozását nehezített a háborút követő 40 évig tartó diktatórikus rendszer. Nagyon sok zsidó család eltitkolta származását, múltjáról, szenvedéseiről nem beszélt. A csoport azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse a részvevőknek azt, hogy beszéljenek a múltjukról, és ezzel feloldják a generáció közötti kommunikáció zárlatot is.
Több alkalommal hangzottak el olyan beszámolók az első generációs résztvevők részéről, amiről saját gyerekeikkel, házastársukkal soha nem tudtak beszélni. A fiatalabb résztvevők ezzel olyan titkok ismerőjévé váltak, amit viszont szüleitől eddig sohasem tudhattak meg. Mindez érthető módon egyben mindhárom generációnál a zsidó identitás megerősítését, vállalását eredményezi. A KUT találkozók, pszichológusok, pszichiáterek, pedagógusok is részt vettek, velük szerveztem meg egy a társadalmi traumatizációra, elsősorban a holokausztról élők terápiára specializálódott szakrendelés, melynek ugyancsak KUT lett a neve, és amelyet 1992. áprilisában indítottunk. De miért lett KUT? És akkor az anya nagyon magától érthetően mondta, hogy hát miért KUT? Azért, mert közös út találkozó. És közben kiderült, mert a Raj Tamás, aki egy rabbi volt, sajnos már ő sem él, ő mondta, hogy ez a KUT, tehát a KUT, az héberül is egy mozaik szóként felfogható, Kedoshim Tehorim, ami szentek és tisztákat jelent héberül, és hogy a 6 millió mártírt az imákban, a zsidók az imáikban is szólítják meg. És a harmadik szintje ennek a KUT jelentésnek a Thomas Manni mélységesmény, a múltnak KUT-ja. Tehát ez a három dolog sűrűsödött be a KUT-ba, és ez nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el annak idején a mamámat, hogy a Raj Tamásnak ez a nagyon-nagyon szép gondolata, hogy ugyanez a három kezdőbetű, ugyanez Hébernek, Héberben is van értelme. A társadalmi traumák következtében megbetegedett egyénekre specializált rendelőt hozzon létre. Tudnék, azt vette ő észre, arra figyelt fel a megelőző terápiái során, ahol az emese, ahogy az emese terápiájában is, hogy a tünete, tehát hiába van az, hogy a nagyszülők, esetleg dédszülők élték át a koncentrációs tábort, anélkül, hogy ők beszéltek volna, hiszen tényleg ez a, akár a diktatórikus rendszer, akár az anyut indította el, hogy a saját édesanyját sem akarta meghallgatni, hogy elmúlt, örüljünk, hogy élünk, ne foglalkozunk a múlttal. Miközben akkor ő már pszichológusként dolgozott, hogy nagyon sokszor mi is úgy vagyunk azzal, nagyon sok helyzetben, hogy azt mondjuk, hogy gyerek elesik, és azt mondjuk katona dolog, és fölemeljük, és már nem is foglalkozunk vele. Közben lehet, hogy ott neki az fáj. Tehát, hogy eltereljük nagyon sokszor a fájdalomról a figyelmet, és azt hiszük, hogy ezzel jót teszünk, de kiderül, hogy nem. És akkor, amikor a szülők, nagyszülők nem beszéltek az átéltekről, akkor valamilyen úton, módon mégis azt figyelte meg a mamám, hogy átszivárognak ezek a félelmek, szorongások a leszármazottakra is. És azt szoktam én mondani, hogy a szorongás az ragadós, és hogy valamilyen más úton, módon, tehát hogy ezekben a szülőkben kialakulnak egy olyan hogy is mondjam ezt el, hogy érthetővé váljon, hogy mi is történik, tehát hogy nagyon szélsőségesé válhatnak a szülők reakciói, például akkor, amikor a gyerekük közelít mondjuk a gáztűzhely felé, ami egy félelmetes hely, de az is az anyunak a megfigyelése volt, hogy vannak szavak, amik a túlélő családokban egy többlet jelentéssel bírnak. És ilyen szavak például a gáz, a tábor, a füst, hát most ezek jutnak eszembe,
És akkor, amikor egy szülő ilyen nagyon-nagyon szélsőségesen fölsikít, akkor, hogyha mondjuk a gyereke közelít a, nem tudom én, a gáztűzhely felé, vagy amikor a konnektorral, ugye minden gyerek szeret ott babrálni, a konnektorhoz a közelít, tehát hogy a nagyon túlzott a reakció, és nem megnyugtatóan azt mondja, hogy gyere oda, gyere onnan el, hogy az előbb-utóbb a gyerekeknek, szóval ez a szorongás valahogyan áttevődik a gyerekre, és hogy ahogy az emese álma is jelzett valamiféle szorongást, anélkül, hogy a szülei beszéltek volna a Hitlerről, vagy a koncentrációs táborokról, ennek a kislánynak a tünete egy fulladás volt, tehát egy ilyen aszmatikus fulladással került terápiába. És akkor, amikor ő 60 évesen nyugdíjba kényszerült, illetve hogy elküldték őt nyugdíjba, akkor ő azt mondta, hogy akkor ő most ilyen keretek között fog gyógyítani. És mert ezt figyelte meg, hogy a trauma átadódik, öröklődik, és a következő generációban is tüneteket okozhat. Egyéb esetben is van olyan, amikor úgy hívjuk ezt, hogy indukáljuk, tehát hogy mi indukáljuk a gyerekeinkben a tünetet. Tehát például emlékszem egy olyan esetemre, semmi köze a holokauszhoz, csak azért mondom itt el, hogy ez nem csak a holokauszt traumára vonatkozik. Egy nagyon kedves fiatal édesanya keresett fel. Talán egyébként itt is dolgoztam a harmadik kerületi nevelési tanácsadóban, lehet, hogy épp itt, ebben a kerületben, hogy azzal a problémával, hogy nem tud a kisgyereke, kisfia beilleszkedni az óvodába, és hogy már nem tudom mióta járna óvodába, de állandóan megbetegszik, és egyáltalán nem szívesen maradott az anyja nélkül. És tulajdonképpen én a saját gyerekeimmel is átéltem azt, hogy mindig azt szoktuk mondani pszichológusok, hogy a gyerek már érette arra, hogy leváljon a szüleiről. És ez nem így van, mert tulajdonképpen a szülőnek kell tudni elengedni a gyerekét, és a szülőnek kell hát nem leválni, hát itt nem leválásról beszélek, de hogy az a gyerek tud magabiztosan elmenni egy közösségbe, akit mi szülők biztonságosan át tudunk nyújtani az óvodába vagy a bölcsődébe a gondozóknak. És kiderült erről az édesanyáról, hogy nagyon-nagyon sok veszélyeztetett és nem sikeres terhesség után született meg ez a kisfia, és amikor összetudtuk kapcsolni az ő vele folytatott beszélgetés során, hogy hiszen azért tudja nehezen elengedni a kisfiát az óvodába, mert ott van a félelem, hogy mi lesz, hogyha ezzel a gyerekkel is történik valami. Tehát, hogy ezek a korábbi sikertelen terhességéből kialakuló traumája túl féltővé tette ezzel az egészséges, épp és gyönyörű kis fiával szemben is. Nagyon-nagyon szélsőségesek voltak az ő reakciói, és ő nem tudta tulajdonképpen. Tehát ő indukálta a szorongást, a félelmet a kisfiába, és amikor ez kimondódott, hogy össze tudtuk kapcsolni, hogy azért engedi ő el nehezen az óvodába a gyereket, mert fél, hogy ott mi minden történhet vele, mi minden veszélyeknek lehet kitéve, tehát ezek ideális félelmek voltak, akkor ő már el tudta engedni az óvodába a gyerekét. Tehát itt tulajdonképpen ezt az indukciós folyamatot akartam ezzel a esettel alátámasztani.